During the operations today, what you will see. A mai művelet során egy olyan mozzanatokat fogunk látni, ahol a két hadseregnek, tehát az Egyesült Államok és a Magyar Hadseregnek a különböző egységei a legkülönbözőbb szinteken működnek együtt, a legalacsonyabb szintől kezdve a legmagasabb szintekig. Itt vannak lövész századok, amelyek együtt dolgoznak más egységekkel, támogatja őket tüzérség, és a lényeg ennek az egésznek, hogy hogyan tudunk együtt és közösen egy közös ellenség ellen egy elképzelt szituációban fellépni. Here in a little bit. Az előadótól kérdezem, hogy hogy látja a hadművelet sikerét, mennyire tudta közösen dolgozni az amerikai hadsereg tagjaival? Hát gyakorlatilag ez egy 6-7-es gyakorlatsorozat eredménye. Az a legjobb az egészben, hogy már korábban is sokan szolgáltak tőlünk az Egyesült Államokba, tehát gyakorlatilag nyelvi problémák minimális volt. A felszerelésünkkel kapcsolatban azért voltak olyan dolgok, amiket ki kellett próbálni, hogy hogyan tudunk közösen kommunikálni. De gyakorlatilag ezeket a technikai dolgokat leszámítva nagyon sikeresen tudtunk együttműködni, és szerintem a 6-7-es kiképzés eredményét meg fogják látni a gyakorlótéren is. Gyakorlat során mit fogunk látni? Ez egy zászlóalj éles lövészet mozzanata lesz. Ennek során lesz egy halogató mozzanat, egy védelem és egy ellenlökés végrehajtása. Mindezeket kíséri egy légi támogatás, illetve folyamatos tüzérségi támogatás. Ez a hadgyakorlat nagyszerű példája annak a több oldalú együttműködésnek, amely biztosítja, hogy országaink haderői képesek legyenek NATO szövetségesekként jobban végrehajtani közös műveleteket. Az interoperabilitás, az együtt alkalmazhatóság létfontosságú a sikerünk szempontjából. Haderőink több mint 15 éve tanulnak, gyakorlatoznak és harcolnak együtt NATO szövetségesekként. A NATO szövetsége tartós elkötelezettség, amely nem csak akkor érvényes, amikor jól jön, hanem mindig. A Brave Warrior a nagyon sikeres műszaki és átkelési gyakorlattal, a Dragon Crossing-gal kezdődött. A hónapokig tartó tervezést, koordinálást és előkészületeket azzal a tökéletességgel és precizitással ültették át a gyakorlatba, amely mára megszokottá vált haderőnk számára. Erre a sikerre építve a magyar és az amerikai katonák négy más NATO szövetségessel és egy NATO partnerországgal, Ukrajnával együtt gyakorlatoztak az elmúlt hónapban. A munkájuk a ma látott éleslövészeti gyakorlatban érte el a csúcspontját. Nagyra értékeljük, hogy ezek a gyakorlatok, azaz a Dragoon Crossing és a Brave Warrior, amelyeket Magyarország már több hónapja tervezett, olyan időszakban történnek, amikor Magyarország és a többi résztvevő ország humanitárius kihívásokkal néz szembe saját hazájában. Miközben ma azért vagyunk itt, hogy erről a hadgyakorlatról beszéljünk és ünnepeljük annak sikerét, szerintem fontos azt is megjegyeznünk, hogy biztonsági együttműködésünk csak az egyik, jól lehet szerves része Magyarországgal
való kapcsolataink széles spektrumának, és hogy továbbra is minden időben foglalkozzunk ennek a kapcsolatnak valamennyi területével. Mint mondottam, Magyarország és európai szövetségeseink jelentős humanitárius válsággal küzdenek, és nem lehet lekicsinyelni, hogy emberi sorsokban mérve milyen sokba került a szíriai instabilitás, amely emberek millióit késztette otthonuk és közösségük hátrahagyására, hogy megpróbáljanak elmenekülni a rettenetes erőszak elől. Minél nagyobbak a transatlanti és a globális kihívások, annál fontosabb, hogy az Egyesült Államok és Európa együttesen szálljon szembe ezekkel. Ha mi nem lépünk, nem lesz más nemzet, hogy megtegye ezt helyettünk, ám hogyha lépünk, akkor csatlakoznak hozzánk, és csatlakozni is fognak, hogyha mi, mint a transatlanti közösség, az élére állunk ennek, és rányomjuk a kollektív cselekvésre, közös jóváhagyásunk, részvétel. We must continue to work together to achieve shared goals for our community, for our neighbors, and for the rest of the world. We remain committed to working for a Europe that is whole, free, and at peace, and we know that we can only achieve this by working together. Továbbra is folytatnunk kell a közös munkát, hogy elérjük közös céljainkat, melyekben közösségünkkel, szomszédainkkal és a világ többi részével osztozunk. Továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy egy egységes, szabad és békés Európáért dolgozzunk, és tudjuk, hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha egy szabad és békés világért dolgozunk közösen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves jelenlévő tisztelt képviselői a sajtónak, engedjék meg, hogy először is hadd gratuláljak és köszönjem meg a magyar katonáknak a sikeres, eredményes gyakorlaton való részvételt, és hadd köszönjem meg, és szintén gratuláljak szövetségeseinknek, partnereinknek, az Egyesült Államok katonáinak, hogy itt vannak velünk, és ebben a gyakorlatban részt vettek és segítették a magyar honvédséget a felkészülésében. És hadd köszönjem meg természetesen a szlovénoknak, horvátoknak, ukránoknak, román barátainknak is, hogy itt vannak. Az emberi tulajdonságaink között sok-sok érték van, ilyen érték az együttműködés képessége. Kis üde és színvonalas példáját láthattuk. Gondoljunk csak például a sérült vagy megsebesült katona kimentésére, vagy katonák kimentésére, és egyáltalán az egész hadgyakorlaton látható szoros odafigyelésre és egymás támogatására, segítségére, az együttműködés maga színvonalára. Azt hiszem, hogy mindannyian láthattuk, van, aki távcsővel, van, aki anélkül, hogy a katonáink pontosan céloztak, precízen hajtották végre a feladataikat, ezért azt hiszem, hogy mindannyiunk részéről szívesen fogadják a gratulációt, és nyugodt szívvel tehetjük mindezt meg, hiszen ez volt a célja, hogy egy eredményes hadgyakorlatot hajtsunk végre, és ezt sikeresen teljesítették a katonáink. Gyakorta teszik föl újságírók is azt a kérdést, hogy igazából mi adja egy ember, egy katona, egy hadsereg, egy szövetség igazi erejét? Nyilván a bátorsága, obviously bravery, a szellemisége, the spirit, és ezen keresztül a harc edzettsége. And through that, the being fit for fight, being ready to fight. És hogy egy katona onnan hozza ezt magával, a bátorságot, a szellemiséget, a harc edzettséget, nyilván elsősorban a családból, a szüleitől, a neveltetéséből, nyilván ezt követően pedig azokból a gyakorlatokból, amelyeken részt vesz, abban a katonai szocializációban, abban a katonai kultúrában, amelyben éli a hétköznapjait. Hogy egy hadsereg és egy katonai szövetség el tudja látni a feladatát, az országaink biztonságának a legmagasabb szinten való elvégzését, ahhoz folyamatos felkészülésre van szükség. Pont ilyen gyakorlatokra, mint a bátor harcos hadgyakorlat. Szeretném elmondani önöknek végezetül, hogy Magyarország mindig megbízható szövetséges volt, és nyilván NATO teljes jogú tagjaként a megbízhatóságáról is ilyenkor tanúbizonyságot tesz, hiszen magas színvonalon példás együttműködéssel végezték el ezt a hadgyakorlatot. Természetesen ez egy gyakorlat, egy komoly hadgyakorlat, de a legmagasabb rendű cél az az, és nem önmagáért történik, hogy a katonák megmutatják, hogy milyen jók, hanem azért történik mindez, mert Magyarországot és a NATO szövetségeseinket ilyen módon tudjuk biztonságban tartani, és ez úgy érzem, napjaimban is, és mindig fontos tényező, az állampolgáraink biztonságának a garantálása. Erről szól, és ez a nagy célja a szövetségi rendszerünknek is. Egyszer köszönöm a katonáinknak a helytállást, és további jó gyakorlatozásokat kívánok. Lesznek még ilyenben. Lesz még ilyenben részünk több alkalommal is. Én bízom benne, hogy ez még magasabb szintű együttműködés fog hozni a jövőben. Köszönöm.